A 18. Story Gálán vagyunk, ahol ismét beszélgetek Majkával. Hello! Hello, szevasztok! Na hát gyorsan elment egy év, de szinte megint ugyanarról kell beszélgetnünk, hogy megint kaptál egy díjat. Igen, hála jó Istennek, legyen így ez még az elkövetkezendő 20 évben, akkor biztos megnyugszom én is a család is. És műsorvezető kategóriába kaptad eddig meg produkcióra. Ez hányadik ilyen műsorvezetős díjad, ezt kb. Számolod? Nem, mert tavaly is az év média szereplője voltam. Nem tudom, hányadik műsorvezető. Ez már egy életmű kéne ebben már, nem? Ugye, az a baj, hogy én nem vagyok nagyon díjas. Tehát én ezt most így örülök, meg átveszem, meg szeretem, meg minden. De hogy tehát annyira nekem nincsenek ezek úgy fenn a polcon. Tehát én nem vagyok ilyen sajnos. Nagyon meg is lepődtem, mert én is így ismerlek, és hogy olyan komoly beszédet mondtál. Tehát ő nagyon fölkészült volt. Nem. Rögtön összted, vagy... Semmit, nullát. Tehát nullát készültem erre az egészre. Nem is volt olyan komoly szerintem. Tavaly sokkal jobb volt. De abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy én teljesen kívül vagyok a díjak. Ez egy közönségdíj, ez sokkal fontosabb, bár szakmait keveset kapunk, mert azért a zeneileg sem a szakma minket annyira nem szeret. Tudja, valami díjunk van, a közönség. Majdnem így közönségdíj, igen. Igen. Ha ott a macerásan indult, ez gyakori nálatok, hogy így a hajni miatt vissza kell valahova menni? Nem, mindig. Gyakorlatilag. Nem. Hogy kell képzelni, hogy a kocsiba egy kibasz, hogy már megint... A taxi menni kellett 30 métert, és azt a 30 métert még lementük, rájöttünk, hogy nem, hello, és aztán visszamentünk egészen a házig, és hogy gyorsan beszaladtunk átvenni a cipőjét, szegénykedek. Szorított a lábát, de annyira gyönyörű volt, úgyhogy sok volt a filosztok, hogy most akkor legyen, ne legyen. Taxiba el lett sötétítve, még mentek, kis meló. Így van. Na, egy utolsó kérdés, 11 után ugye már nem kamerálsz, nem fotóz senki, megnyomod a bulit? Nem feltétlenül, annyira nem. Na, iszogatok csendesen most, de rövidet már nem iszom majdnem egy éve, úgyhogy ilyen nyálakat iszom, ilyen lightosan. És ez hogy bírod? Hát ebből kell egy 30-40 darab, mire elérsz egy ilyen bizonyos állapotot, de jobb, mert nem bírom. Pedig azt hallottam, hogy te régen szerettél úgy inteni egy-két élősot, hogy megvolt egy ilyen bizonyos mennyiség, nem hogy részeg legyen, hanem egy kis indító. Egy sát volt általában, de... Egy. De az már megszűnt. Igen. Nálunk is sajnos.